Sokszor hallja az ember, hogy a különböző betegségek hátterében lelki eredetű probléma áll. Dr. Buda László pszichiáter egy olyan módszert ismertet, ami segíthet ezenben a helyzetekben. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Igen, erről ugye hallottunk sokszor, hogyha magunkkal, a lelkünkkel nem vagyunk rendben, akkor bizony komoly betegségek jöhetnek. De mi ez a módszer? Hogyan tudunk segíteni? Ott kezdeném, hogy van egy régi elképzelés, miszerint bizonyos betegségeket lelki tényezők okoznak, mások meg inkább csak úgy a testben elromló folyamatok eredményei. Szerintem ezen egy kicsit túlhaladtunk. Igazából úgy érdemes felfogni testi tüneteket és betegségeket, hogy azoknak mindig köze van valamiképp ahhoz a lényhez, ahhoz a tudathoz, ahhoz a lélekhez, aki azt a testet átitatja, ameddig életben van. Igen, csak felgyorsult annyira már ugye a világunk, hogy én mindig úgy ezen szoktunk panaszkodni, hogy ugye nem keressük meg az okát, hanem éppen a tünetet próbáljuk meg gyorsan csillapítani. Világos, ez egy teljesen érthető dolog, sietni kell, nincs idő, stb. Tehát ez egy szempont, de hosszabb távon azért nagyon nagy kérdés, hogy nincs-e értelme megérteni, hogy miről szól ez vagy az a dolog, amit a saját testünkben tapasztalunk, amelyik végül is a legközelebbi hozzátartozónk. Ezzel valami nem stimmel, minden egyéb dolog elromlik. Na most itt van egy olyan egyszerű dolog, hogy valaki képes-e megtanulni, kommunikálni egy kicsit ezzel a testtel, hogy megérezze túl azon, hogy biztos ez vagy az a konfliktuson, vagy legközelebb. Mi az első lépés? Hogy beszéljünk róla. Próbáljuk ki. Tehát mi az első lépés, amikor mondjuk én nem biztos, hogy még tudok a saját testemmel kommunikálni, de szeretnék figyelni, szeretnék befelé figyelni. Szerintem az első lépés egyszerűen annak a tudatosítása, hogy közöm van ehhez a testhez. És ami zajlik benne, az engem érint. Ez egy gondolat, ez egy tudatosítási gondolat, amit követnek bizonyos gyakorlatok, de amíg ide nem jut el valaki, és azt hiszi, hogy tőle teljesen függetlenül zajlik benne az élet, addig arra van károsztatva, hogy valahol elvigye egy szakértőhöz, vagy beszedjen gyorsan valami gyógyszert, és elmúljon. Tehát kiinduló pontként ezt javaslom. Utána jön a többi, mit lehet csinálni, mert erre vagytok kíváncsiak, azt hiszem, hogy és akkor utána hogy megy tovább ez a dolog. Én azt gondolom, hogy ha valaki önállóan próbálja ezt csinálni, arra azért elég sok útmutatás föl lehet már lenni, én is írtam erről könyvet, stb., hogy hogyan kommunikáljunk saját testünk, hogy kezdjük ezt el. Akár úgy, hogy a tükörben beszélünk vele, akár úgy, hogy behunyt szemmel a belső világunkat elképzeljük, akár úgy, hogy egy érdemi személyes párbeszédet képzelünk el a testem és én közöttem. Ja, ezek ilyen alapgyakorlatok, de sok embernek nem jön be. Sok ember abszurdnak tartja. A testünket tudjuk úgy roncsolni, hogy nincsen lelkiismeret furdalásunk. Mert azt mondjuk egy magasabb cél érdekében, igazából roncsoljuk magad. Szerintem te is roncsolod magad például ugye a tánc kapcsán, ami mondjuk hosszú távon nem biztos, hogy neked életminőségben sokat segít. Ez egy teljesen általános jelenség, egy ilyen önszabotásnak is lehet mondani, amit föl se tűnik nekünk. Az életmódunk, egy csomó minden más tartalmazza azt, hogy olyan dolgokat csinálunk, amikről tudjuk, hogy nem tesz jót nekünk. Tehát nem az a kérdés, hogy információ hiányozna, szinte mindenki tudja, hogy mi nem tesz jót neki, hanem valami a kapcsolatban hiányzik, a szeretetteli, érzékeny kapcsolat saját testünkkel, ez az, ami szerintem döntő jelentőségű, ezt valaki egyszer megérzi, utána már nem tudja ugyanúgy ezt az önmérgező, önszabotáló éles stílust vinni, mert úgy érzi, hogy akivel ezt teszi a teste, tehát érzi szinte, ahogy fáj neki, érzi ezt a reakciót, és ez így megállítja őt egy bizonyos ponton. De mondjuk fontos lenne az, hogy akkor nemet mondjak egy munkára, vagy azt mondjam, hogy nem tudom én, két havonta mindenképpen kell egy olyan nap, ami az én napom, amikor magamra figyelek, amikor a természetben vagyok, amikor elengedek minden mást, ami stresszfaktor az életemben, hogy egy kicsit tisztuljon a testem. Igen, tehát valakinek például pont ez lehet az, amit ő megérez a testétől, ha tud vele kommunikálni, hogy öregem, pihenj egy kicsit, mondjuk így üzenne a tested, vagy azt üzenné, hogy csinálj olyasmit napközben, amit nagy részt szeretsz, vagy ami inspirál, különben végtelenül el fogsz fáradni, ki fogsz égni. Egymás után jönnek majd az influenzák, meg a többi dolog, és vigyázz, mert később nagyobb gondok jöhetnek. Tehát ezt a kapcsolatot érdemes ápolni. Most szakemberként, bocsánat, szerinted melyik társadalmi réteg teheti ezt meg? Mindenki megteheti ezt, de van egy bizonyos, mondjuk rá így, hogy iskolázottsági, meg anyagi helyzet, ami fölött az emberek erre elkezdenek érzékenyé válni. Ez így van. Tehát, hogy nem tart ez sokáig, tehát valaki mondjuk reggel hajlandó egy pár percet azzal tölteni, hogy így fölvegye a kapcsolatot a testével, még mielőtt elkezd rohanni a napi ritmusba, vagy este, úgy visszagondol erre. Tehát ezek mind nem időigényes és nem energiaigényes dolgok, de sokan nem tudnak róla. Érdekes, hogy régen akár
politikai vagy vallási vonatkoztatásban azt mondják, hogy a test ugye ez csak egy szükséges rossz volt, tehát nem foglalkoztak vele. Akkor ezt az egészet teljesen újra kell mondjuk szerintem értelmezni? Szerintem ezt újra kell értelmezni. A testet szeretni kell, elfogadni kell, gondoskodni kell róla, nem érdemes kizsákmányolni, kihasználni egy bizonyos ponton túl, semmiképpen sem. Na most ahhoz, hogy ez a kapcsolat működő legyen, hogy személyes legyen, hogy érdemi legyen, az ember tényleg megérezze, hogy a legjobb barátommal van dolgom, na ehhez jó módszerek kellenek szerintem. Igazán mondod, legjobb barátom. Igen, igen. És a szomatodráma, mint módszertan, aminek talán az érdemi ismertetésére nem is lesz időm, hogy azt kifejezetten azért fejlesztettem ki, hogy tudom, hogy sok embernek nincs energiája arra, hogy mélyen elmerüljön a saját tudattalan történeteibe, meg hogy hogyan, milyen konfliktusok vezettek ehhez, ahhoz a betegséghez, stb., hanem így vár valamit, ami viszonylag gyorsan megmutatja neki, szembesíti vele, meg egy lehetőséget is ad arra, hogy akár ott a helyszínen valamit megjavítson, meg vagy meggyógyítson magát. Az, hogy hol tudjuk ezt elérni, tehát például nekem mondjuk lenne energiám, de én mondjuk most hiába megyek haza, egy légtérben élek a családommal, és nincs olyan helyszín például otthon, ahova úgy tudnék elvonulni, hogy igazából csak magammal vagyok. Hát ez egy tágabb problematika tulajdonképpen, hogy ez fölveti azt, hogy az ember azt az életet élje, amit szeretne, amire vágyik, ami neki fontos. És ugye ne felejtsük el, hogy a halálos ágyon megbánt nagy történetek, ugye, amiket csak akkor tudunk, mikor már az idő elfogy, azok közül az első számú megbánási faktor, az öt közül erről külön könyvet írtak, az ez, miért nem éltem a saját életemet. És ebbe az is benne van, hogy ha valaki átadja magát egy rutinnak, egy ritmusnak, ha nem hajlandó a fontos dolgokat előtérbe helyezni, van egy ilyen szép buddhista, vagy nem mi tudom, milyen eredetű mondás, hogy egyetlen fontos dolog van az életben, emlékezni a legfontosabbra. Hogy ez aztán mi, ugye ez már egy változó dolog, de hogy valaki hajlandó a lényeget szem előtt tartani, ez azért központi kérdés. Szerintem az egyik lényeges, mint orvos, ezt mondom, az egyik lényeges dolog az az, hogy összhangba, kommunikációba, kapcsolatban maradjunk saját testünkkel. Ne engedjük, hogy elidegenedjünk tőle, ne engedjük, hogy ilyen kulturális mindenféle elvárások mentén próbáljuk alakítani, kizsákmányolni, kontrollálni, kizsigerelni, és közben pedig fel fog lázadni. Ezt minden, tehát ha csak ránézünk arra, hogy mi zajlik 40-50-60 éves emberek testével a mi társadalmunkban, azt látjuk, hogy egymás után lázadnak föl a testek a kizsákmányoló bánásmód miatt, és én szerintem erre szükség van, hogy erről kicsit visszajöjjünk, és kicsit érdemes elébe menni a bajnak. Mi zajlik vele? Hogy szól ez rólam? Hogy hogyan van közöm a saját testemhez, meg az abban zajló folyamatokhoz, akár betegségekhez? Köszönjük szépen, hogy egész délelőtt itt vagy. Önök pedig bátran hívják szakértőnket a 0 35 15 93 99-es számon.